tancsapdából igazolt a TV2. Anikó, még mindig... Anikó, még mindig nem elégedett. Új jogi fogalmat alkot az egyház. A Vizer megint alkotott. Szevasz, hogy gyere, vagytok? Gyere, Borka, meg kell a közönség. Valami föl kell pörögnünk. Jó reggelt! Jaj, na, visszatértünk. Most már vége van az első rész drukjának. Most már minden a normál kerékvágásban van. Ne aggódjatok. Igen, ez már csak egy szürke hétköznap. Igen, megyünk tovább. Valahogy együtt átvesszük ezt a telet. Azt hiszem, hogy csütörtökön tavasz lesz egy napra. Micsoda? Aha. Ez mit jelent? 10 fok lesz, és szakadni fog az eső. De utána másnap már megint 1 fok lesz. Lehet, hogy kabát kéne. Nagyon jó, ez a 10 fokos hőingadozás, ez biztos nem arra visel van, mondani. Hogy mindenki otthon begubozzon, vagy dolgozzon, vagy valami, és akkor majd, mint a hangya, aki elrakja mindig, és csak nyárira kell elrakni. Most kell dolgozni, nem nyáron. Jó, aki egész télen nem tudom mit csinál, romkosmákba elszóri a pénzét fosatós sörökre, eljött, az is lehet, hogy most beledobod a munkát, és akkor nyáron egy kicsit hátradől. Én ezt támogatom. Magyarországon mondjuk az azt jelenti, hogy halálra dolgozom magad, és nyáron elmehetsz egy wellnessbe egy hétvégén. A bónuszbrigáddal. Tegnap egy nagyon vidám témánk volt, az egészségügy, az egészségetekről beszéltünk, a nem létező egészségügyről, de létezik, hát összetartják még azok az emberek, akik ott dolgoznak, a rendszert, ami már amúgy önmagába összeomlott volna. Inkább azt mondhatjuk ki, hogy összeomlott az egészségügyi rendszer. Szóval ezt mindig mondták, hogy sose fogjuk észrevenni, hogy összeomlik az egészségügy, mert valamilyen ellátás mindig lesz. Ugye, ha egy orvos van az országban, akkor van egészségügyi rendszer, csak nagyon hosszú a várólista. De szerencsére a mentális egészségünkkel is foglalkozik a rendszer. Például remek szórakoztatással. Jó, van ez így. A tankcsap dobosával Fejes Tamással erősít a TV2. Rock and roll, ez a rock and roll, ez rock. A rock, egyiki a rock, az a rock and roll, a Rocky, de jól tettem, berúgtam. Szóval azért ritkán van, hogy egy zenekarból egy dobos műsorvezető lesz. Általában max az énekesek szoktak elmenni, és azok is nem tudom, mondjuk ilyen zsűriznek valami tehetségkutatóba, ahol énekelnek, de hogy így, hogy egy dobosból műsorvezető, az nekem új. Én is dobos voltam, és műsort vezetek, az jogos felvetés. Tessék. Mondjuk dobosnak is pont olyan jó volt, mint műsorvezetőnek, szóval. Ő legalább sikeres volt dobosként, nem úgy, mint én. A reggeliben megy a Szabó Zsófi helyet. Kurva jó lenne. Ott jön az, ki az a gyerek, aki a Szabó Zsófi mellett szokott. De az is elment. A Milák Dávid mellett. Ő is elment. Mind a ketten elmentek. Tényleg? Igen, itt lett volna lehetőség, hogy beslisszanjunk be azért végre rendes fizetésért dolgozni. Végre hívhattuk volna be a jósnőket. Igen, és akkor mindenféle ember, aki ki tud fizetni egyben 50 000 forintot, az a beszélgetni kellett volna 5 percet, és úgy sem, mint a érdekelne kibaszott szutyuk bizniszük, mint a U-Space TV. De erre majd visszatérünk hétvégén. Na igen, de mit fog csinálni? Szerencsekeréknek lesz a műsorvezetője? Nem! Amúgy ez máig szürreális, nekem ezt egy feldolgozom, hogy 2024 van már, és még megy a szerencsekerék. Milyen ország ez? Szerencsekerék. Emlékszel a 100-ból 1-re? Igen. Én azt szeretném, hogy 100-ból 1-et hozzák vissza. Képzeljék el, azt írta rólunk egy napi lap, hogy agresszív vagyok. Igaz ez? Válaszolj. Tehát ahogy a TV2 sajtóközleményéből kiderül, új műsorukban január 22-én induló Kincsvadászokban. Családi erekjék értékesnek vagy értéktelennek gondolt régiségek keresik új gazdájukat. Nekünk ez jutott a helyet, hogy ilyen lezárt garázsokat nyitnak ki, de meg tárolókat. Hogy gondolom, azt mondom, hogy jó, gondolkozom celebeken, de hogy így a tankcsapda dobos, az hogy jut eszükbe mazzal? Na ezt figyelj, Kellen Anna a Virág Judit galéria számára nem olyan lesz, mint amikor kinyitják azokat a izéket? Mint a 100-ból 1. Raktárhelyiségeket elárverezik? Nem, pont ezt mondtam én is, hogy nem ezek a becsüsök lesznek. Azt akarom. Lesz. Hát az sokkal jobb. A becsüs lenne. Az más. Egy az jó storage wars. A becsüs az más, amikor bevisznek ilyen izéket, mint amikor a Bryan Cranston bevitte az emiét. Nem az a mitkanyomba, amikor a Jézust viszi be. Nem, a storage wars-ra gondolsz, hogy így tippelni, hogy így alkud, vagy mi a faszom. Elárverezik a izét, az egységet, és akkor utána a végén elviszik a becsüset a dolgot. Hogy elárvereznek házakat, hogy benézhetsz, mert ugye ott van, ott sír közben a család, akit kilakoltatnak.
És a fejesség így mondják, hú, ez ajtó alapján ez mennyit ér, és akkor így vezetik el a rendőrök a családot, vagy kiktessékelik az utcára a hidegbe, és aztán így a fejesség így bemennek, hú, megvettem 20 millióért, és nézzünk be, hogy na, most megérte. Na, igen, és akkor vannak ilyen haszontalan család gyerekék, ilyen 150-es fényképek, dobálja ki a fejes. Meg a meleg ruhákat. Szóval a műsorban szereplő 5 műkereskedő, mert van két, úgy látszik, két szakértő, Kellen Anna és Megyesi Balázs, azt mondja, előbbi művészettörténészként szakért és kutatja a festményeket és kerámiákat. Családi galériájuk a Virág Judit galéria számára, ami 25 éve a hazai műtárgy kereskedelem meghatározó szereplője. Jó, csak úgy mondom, hogy tehát itt ilyen kompetens emberek, dr. Katona Szandra, a Cogito Art műtárgyi galéria, majdnem hangszerkereskedelemmel a fejes hadd olvassam végig. Igazságügyi műtárgy szakértő, Fertőszögi Péter művészettörténész, Magyarország legnagyobb múltú aukciós háza, a BÁV művészeti igazgatója, Nagyházi Lőrinc, a saját galériájának három generáció óta családjának ilyen galériája van, meg aukciós háza. Fejes Tamás, tanácsomda dobosa, aki hangszerkereskedő. Hát akkor meg jogos, hogy ott van, te somsz. Jó, de így biztos, már, már nem műsorvezető, hanem kellett egy hangszer szakértő, és akkor lehet, hogy a fejes az nagy hangszer szakértő, hogyha már menne van a hangszerkereskedelemre, így már jogos. Én ezt azt mondom, hogy ez rendben van. Szerintem biztos ért a hangszerekhez, de miről fog szólni ez a műsor? Kincsvadászok. Hát lehet, hány hangszer fog előkerülni? Lehet, hogy ért hozzá, hogy most egy hangszer az mennyit ér, egy régi hangszer. Most csak kell. Ez szerintem ez rendben van. Nem a izébe megy, a szerencsekerékbe vihalász. Szerintem kilóg, de lássuk meg. Engem nagyon érdekel. Én amit a tankcsapda vlogokban láttam, az a fejes, az szerintem jó, kurva jól fog működni. Nem egy kultúrált ember, de hogy... Éppen ezért kurva jól fog szerintem működni ebben a műsorban. Amúgy... Azt szeretném, hogy közben ígyom meg egy üveg pálinkát. Meglepő a TV2-től azért, ez egy olyan műsor, ami fú, hát na, nincsenek benne felháborító dolgok egyelőre, vagy tinik, akik gazdagok, vagy egymás szájába hányás, úgyhogy nem is értem, ezt hogy vállalta be a TV2, hogy doktorok jönnek, meg ilyenek. Azt azért valljuk meg, hogy a mindkét nagy csatornán azért keresni kell a megfelelő tartalmakat. Bár nem tudom, igaz, hogy most a TV2 azért több ilyen trash tweet be, de én még mindig nem tudok túllépni a Farm VIP-n, meg a házasodik a gazda. Bármelyik kereskedelmi tévén elég hitvány műsorok tudnak lenni. Igen, de hogy, hogyha már szépen beszéltünk a tévéről, mit mond rólunk a tévé? Na, ez szép. Megkérdezték öreg Friderikuszt, hogy mit néz, miket néz az interneten, és válaszolt. Miért itt állítottad meg? Ez a kép mindenki szegény Fridiről bazd. Belenézek az itthoniak közül mondjuk a Fókusz csoport, illetve a Jól van ez így adásaiba. Belenéz az adásainkba. Én ennek örülök, tök jó, megtisztelő. Én ezen meglepődtem amúgy, ezt küldték páran. Mikor mehetünk interjúba? Hát nem tudom, hogy érdekes lenne, mert itt pofázunk napi másfél órát. Mesélhetni a gyerekkorodról. Nem volt. Szóval én örülök, és meglepett a Friderikusz. Amúgy szívesen beszélek róla, mert amúgy most végig hallgattam ezt is, meg szoktam néha hallgatni a Friderikusz podcastet, az ilyen comfort watch, jól beszél, általában jól beszél, akiket meghív, és így jó hallgatni, meg a kocsiba megyek, akkor szerintem tök jó. Ja, és azt néztem, hogy már ez a 440 ezer feliratkozó, az még kemény, mert amúgy azt azért nyilván nehezebben indult az ő YouTube-os karrierje, én is ott voltam mondani pár szót, amikor volt az elején az a kis balhé. Ahhoz képest szerintem nagyon jól összeszedte, és ügyesen nyomják. És amúgy hozza is egy csomó esetben a számot. Nagyon durva. Az a másik, amit akartam mondani, azon kívül, hogy szerintem nagyon jól nyomják, igényesek, és tényleg volt egy víziójuk, és ezt keresztül viszik, de az, hogy arról beszélt, hogy már tévé volt, hogy hívta műsorra, és inkább a saját műsorát csinálta meg, és ez is tök jó. Engem valamennyi bizakodással tölt el, hogy valószínűleg a tévé nem ilyen minőségibb dolgokra hívta volna, van egy ilyen sejtésem. Ő viszont megcsinálta a saját műsorát, és olyan vendégeket hív egy csomószor, meg olyan témák vannak, amik nem ilyen, hogy mondjam, tud, ez nem az a clickbait, ez a népszerű, hanem ilyen szakértőkkel beszél, stb. És hogy arra ilyen nagy igény van egy csomószor, hogy mondjuk egy gazdasági elemző beül, meg ilyen emberek, volt valami generáció elemző. Igen, ja, szóval az, hogy ilyen... Ati a generációjának csúcsmodellje.
enzim. Szóval az, hogy ilyen emberek beülnek és meghallgatják majdnem 1 millióan, vagy csomószor 1 millióan, az valamennyi bizakodásra ad okot, és azt szerintem őt is igazolja, hogy lehet, hogy a tévék már nem vevőek ezekre a műsorokra, de láthatólag megcsinált, és láthatólag van rá igény. Nekem ad egy kis reményt, hogy basszus, ha megnéznek egy gazdasági elemzőt 1 millióan, mert a Friderikusz el tud érni olyan emberekhez is, akihez mondjuk mi nem tudunk, az azért azt jelenti, hogy azért van igény ezekre a tartalmakra is, és ez nekem is erőt ad valamennyire a jövőre vonatkozóan, és szerintem ez egy jelzés a tévéknek, akik csak a trash műsorokat gyártják egyre inkább, hogy basszus, azért nem lehet azt mondani, hogy nincs igény egy igényes interjúra, csak hát lehet, hogy úgy kéne tálalni, vagy főleg, hogy már az összes műsor trash, szóval igazából még ki is emelkedne egy normális műsor a tévében most már. De amúgy becsülöm, hogy inkább felépítette magát az interneten a Friderikusz, és nagyon kevés tévéből átjött embernek sikerült szerintem megőrizni a méltóságát. Istenes Bence. Ajdu Péter. Szerintem azt tetszik még a Friderikuszban, hogy nagyon önazonos, szóval nem az, hogy bejött az internet, és akkor megpróbálok fiatalos lenni, teljesen önazonosan nyomja, és ezt szerintem ez is segít amúgy. Nekem az az érdekes ebben, hogy ugye pont ezzel, hogy nem fiatalos próbál lenni, és hogy nem, hát nem a YouTube, nem az, hogy erőlteti, hogy most de kurva fiatalos leszek. Meg nem a YouTube-hoz próbál igazodni, hogy mi fut jól most a magyar YouTube-on, meg nem tudom. Ezzel szerintem azt éri el, hogy új közönséget hoz be. Tehát ez az 1 millió ember, ez nem az 1 millió ember, amit nem tudom, a Csigér Alex el tud érni. Igen. Szerintem ez is jó, hogy bővíti a nézői spektrumot a YouTube-on. Az is jó lenne, hogyha a szüleink korosztálya, meg esetleg a még idősebbek hozzászoknának, hogy a YouTube-on is lehet nézni olyan tartalmakat, amiket amúgy nem tudom, mondjuk a tévében szoktak meg, és amúgy tényleg érdekes, hogy mondtad, hogy nincs a tévében ilyen. Tényleg nincs, amikor emlékszel, hogy régen volt a, hogy hívják, a Fábri Show. Nem tudom, mikor volt. Nagyon régen. De most nem megyen valami a Fábrival. De az már nem olyan népszerű, értem, meg egészen más. Ez ilyen NER-konform lett. De az eredeti Fábri Show, az én úgy emlékszem rá, hogy az egy ilyen esemény volt, akkor minden héten leültünk és megnéztük. Legalább ugye a Design Center végéig gyerekként. Nem biztos, hogy mindig érdekelt a beszélgetés, de hogy azt én is úgy ültem le a tévé elé, hogy akkor ezt most megnézem. És nincs most már olyan dolog, ami elé így ülnék le a tévé elé. Hogy a tévé elé már. A meccsen kívül. Szerinted nagyon nagy kockázat lenne egyszer azt mondani, vagy a TV2-nek, vagy az RTL Klubnak, hogy főműsor időbe berak valami értelmes műsor. Úgy érzed, hogy ez egy nagy kockázat lenne? Úgy érzem, hogy azzal, ahova eljutott a tévé, már nem azok nézik, akik erre vevők, és még hogyha lenne ember, aki vevő rá, az is már leszokott a tévéről emiatt. És akkor itt lehet sírni a tévének, hogy hát csak a közönség igényeit miatt nem csinálják, de hát a közönség igényeit valamennyire ti is, a tévé az, aki a béka feneke alá lásta, amilyen műsorokat készített, és nem véletlen, hogy már a csomóan akkor inkább akkor alternatív módokon próbálnak innenségi műsort megtalálni, mert itt a Friderikusz, vagy ott van mondjuk egy igényesebb partizán műsor, ilyet már nagyon ritkán találsz a tévében. Meg a Hajdu Péter kiszorították a tévéből. Igen, mondjuk az egy másik téma. Erre majd visszatér valaki egy valamilyen csatornán. Szóval szerintem ez két élő fegyver, hogy igen, lehet, hogy amikor most dönt a tévé, jogosan dönt úgy, hogy nem rak be értelmes műsort, mert nem néznék, és alul maradna a nézettségi versenyben, már a TV2-t azt adófizetők. De közben hát gyakorlatilag nem mutogathatnak másra, mert ők kondicionáltak erre minket, hogy ne keresd az értelmes tartalomért már a tévét. TV2 híradót se láttam már nagyon sok éve, nem tudom elképzelni, hogy milyen egy normál híradó, vagy mi megy most ott. Buszgázolt halálra egy kerékpározó idős férfi Győrben. A sofőr kanyarodni akart, nem vette észre a biciklist. A kerékpáros a busz alá szorult, ami 25 méteren át vonszolta. Magára hagyta a hideg erdőben, így ölte meg beteg édesanyját, egy férfi pusztakovát csinált. Ez csak érdekes dolog, és szerintem így lehet amúgy, ahogy a Friderikusz, hogy attól, hogy átjössz, autentikusnak meg kell maradni, és hogyha nem te igazodsz a platformhoz, hanem azt csinálod, amit tényleg hitelesen tudsz hozni, és láthatólag mondjuk még valami értelmeset is próbálsz hozni, úgy látszik, ennek meg lesz a közönsége. Hát nem tudom, hogy Hajdu Péternek. Moving on! Jó, van ez így. Most már ideje beszélnünk a megafonosról. Aki kiénekelt a kórusból. Ugye Trombitás Kristóf írt egy cikket. Igen, teljesen rendben van, hogy az azonos nemű párok is nevelnek gyerekeket. Biztos vagyok, hogy két anya vagy két apa sokkal jobb, mint egy se volna. Amúgy Trombitás Kristóf érdekes dolgokat csinál, mert néha olyanok megnyilvánulásai vannak, amivel a legvisszataszítóbb megafonosok közé sorolnám. Néha meg, nem tudom, ez mondjuk a régi Lipsi előbukott belőle, vagy hogyha még csak ezt is gondolja, mert biztos van még, aki ezt gondolja. De miért írja
meg. Én amúgy is hiányoltam, hogy az ilyen mandirerem, meg pesti srácokon néha megjelenjen olyan vélemény, ami nem a szokásos kánonnal egyezik, szóval ilyen szinten ezt tök jó, hogy van ilyen is, nem? Az eredeti teljes írás, de szóval lehet, hogy ez csak egy idézet, mert a teljes írás az hosszabb. Rákattintottam, és a pesti srácokon ez az oldal már nem található. Pedig akkor lehet, hogy ez egy hosszabb cikk volt eredetiben. Ez a pesti srácokon publikálta először a Kristóf, és hát onnan leszették, és a Hud Gergely nyilatkozott is, hogy miért kellett ennek eltűnnie. Azt mondta, hogy az írást a szerző kérésére méltatlan bírálatok és a mocskolódás okán töröltük. Mondjuk azért, amikor megafonos megérint a sok mocskolódást, ez is egy érdekes helyzet. De azért az interneten talán nem, ettől annyira nem kéne kilenni, hogy van pár komment, amivel nem ért veled egyet. Ez kicsit nekem sántit. Én mindenkit sajnálok, akit atrocitás ér az interneten, de az, aki másokat vegzál az interneten, attól tényleg kevésbé hiteles ez, hogy azt mondja, hogy én csak elmondtam a véleményemet, és nagyon csúnyákat mondtak. Igen, de ha mi mondjuk el, akkor nem. Na jó. A vezércik rovatunkban valóban szerkesztőségi vélemények jelennek meg, de a kollégáink és felkért szerzőink tág határok között gyakorolhatják a véleménynyilvánítás szabadságát. Itt többféle megközelítésnek is helyet adunk egy-egy adott témában, mondta az öreg Hút. Személyes álláspontom mindig szerint... Mindig nem néztem végig a Hút interjút, a 6 és fél órásat, vagy mennyit. Én is mindig elfelejtem. Még van belőle egy óra, nem könnyű megemészteni. Személyes álláspontom szerint Rombitás Kristóf gondolatmenete és véleménye vállalható, hiszen nem az örökbefogadási rendszer kiátszását, hogy az azonos nemű párok örökbefogadási kísérleteit propagálta, csupán azokra a helyzetekre keresett erkölcsös választ, amikor utólag derül ki, hogy a nevelő szülő homoszexuális kapcsolatban él. Ez majd utólag derül ki. Ilyen helyzetekben az etikai és morális szempontokat megelőzve első helyen a gyermek érdekét kell vizsgálni, írt a Hút. Hát azért ez megcsavart ezt a mondandót szerintem egy kicsit. Hát igen, úgy tűnik, hogy próbálta ner konformizálni ezt a kijelentéseit a trombitásnak. De hát ez itt a trombitás arról beszél, hogy jobb az, hogyha egy meleg pár nevel föl egy gyereket, mint hogyha az állam vagy egy abuzív család. Amit nehéz ebbe belekötni. Mit kell itt a Hútnak magyarázkodni? Ez jogos. Még azt mondja, hogy egy szerető meleg pár, és nem pedig egy abuzív meleg pár, mert az nem az jó. Az abuzív meleg párba beletartozik az abuzívba, nem? Értem. Jó. Hogy egy meleg pár veri a gyerekét, az nem jobb, mint hogyha egy hetero pár veri a gyerekét. Nem. De hát igen, a Hút ezt valahogy máshogy értette, ő úgy értette, hogy, hogy a Szájer Jóska, amíg nem derült ki, hogy meleg, addig örökbe fogadhatott volna egy gyereket valami másik figurával. De hát az a kommentelők nem örültek ennyire, ők például azt mondták, hogy Trombitás Kristóft egy barom vagy a ferde véleményeddel együtt, menj az érzékenyítő Lipsi Dumáddal a francba, a gyermek tabu és pont. Hát az, amiért van egy iróniája, amikor felkerül egy kicsit más vélemény a pesti srácokra, vagy a mandinere, és akkor meglepődnek. Milyen közeget teremtettek ott, amiben nem fér meg egy kicsit sem más vélemény. Még a normális vita se, mert akkor rögtön LMBTQ propaganda lesz, meg jó lenne tudni most épp melyik LMBTQ lobby finanszírozza a PS. Szóval nem tudják elképzelni az emberek szokás. Szerintem erről beszéltem a fókuszcsoport videóba, hogy nem lehet az, hogy valakinek van egy véleménye. Ja, nem értek vele egyet, na akkor kipénzeli. Ha meg egyetértek vele, akkor az egy legit vélemény. De bármi, amivel nem értek egyet, az valaki pénzeli. Hát mert amivel egyetértek, azt tudom, hogy kipénzeli az állam. Akivel nem értek egyet, azt nem tudom, kipénzeli, az gyanús. Nézd, milyen jó kommentek vannak a Mandineren is. Búzinak áll a világ! Felesleges volt Trombitás Kristófnak gesztus tennie Klára Dobreváéknak. Valahogy neki is coming out-olnia kellett. Grat Trombi, bátor legény vagy. Hát ez egy értelmes... helynek tűnik. Ezt úgy hívják, hogy hamis dilemma, ugyanis nem sanyarú sorsú gyerekekkel kell összehasonlítani a buziknál nevelteket, hanem az átlagos, normális gyerekekkel. Amúgy én viszonylag liberális vagyok, de ez a buzik neveljenek gyerekeket, ez szerintem is problémás. A gyerekeknek sem jó, basztatják majd érte a suliban, de ezer okot fel lehet sorolni, miért is nem jó ez a megoldás. A hetero párok gyerekeit nem basztatják a suliban sose. De azt mondja, hogy ezer okot fel lehet sorolni, és nem mond egyet sem. Igen, nem történik semmi basztatás sose, amúgy minden gyerekkel folyamatosan suliban, ne legyen még egy plusz egy ok, hogy basztathassák majd a suliban, emiatt nevelkedjen akkor az állami intézetekben. Ami a túlcse basztatnák. Ezt is hozzáadják a basztatásra.
basztatási listához. Vagy az abuzív szüleinél, hát nem basztatnák. Amivel. Bár lehet, hogy ha egészséges érzelmi intelligenciára nevelik, akkor ez talán, hogy melegek a szülei, lesöpri majd egy idő után a magáról, és normális értékrendű ember lesz. Olyan, aki mindenkit bánt. Szerintem az, hogy az iskolába basztatnak, és otthon basztatnak, szerintem sokkal jobb, mint hogyha az iskolába basztatnak. Mekkora faszarc vagy és tudatlan ostoba trombi? Magyarországon jóval több nevelő szülő vár örökbefogadható gyermekre, mint ahány ilyen nehéz sorsú gyermek van. Hát akkor miért vannak állami neveltetésben ezek a gyerekek? Hát mert nem túl jó az örökbefogadási rendszer amúgy. Lenne mit fejleszteni ezen, de az a baj a sanyarú sorsú gyerekekkel, hogy már megszülettek, szóval az állam innentől lesz halni. Ja, értem. Ezt hibázták el. Lehet, hogy meg fognak születni, akkor minden támogatást megkapnának, de onnantól kezdve, hogy megszülettek, az állam azt mondja, hogy jó, plusz egy magyar, szarok rá. De mondanám, hogy legalább egyenlőség van, mert ugyanannyi támogatást kapnak, mint a jósorsú gyerekek, de nem így van, mert ott a jósorsú gyerek, ahova születik, ott van óvoda, ott van infrastruktúra. Semmilyen kényszer nincsen arra, hogy a zibu emberekhez, ez a buzi, kerüljenek a gyerekek. Zibu. Ez a kód a buzira, most már ezt is tudjuk. Így a zibu, így kód, és akkor itt most vakarjuk a fejünket, lipcsik, hogy mit mondott? Zibu. Ahogy arra sincs, hogy félbetűrt életű, vagy érzelmileg instabil, vagy akár szerhasználó felnőttekhez kerüljenek. Tehát ugyanaz, hogy egy meleg emberhez kerül, ugyanolyan, mint hogyha egy heroinistához kerülne. Mindegy, amúgy én megnéztem a Dév Világa videóját erről, és ő felvet egy ilyen érdekes kérdést. Azt fejtegeti, hogy lehet, hogy ez csak egy teszt volt. Mi van, hogyha esetleg majd egy kicsit vissza kell térnünk Európába, hogy Orbán Viktor megtarthassa a hatalmát, mert nyilván ez az egyetlen dolog, ami fontos, és akkor esetleg vissza kell majd terelni a lakosságot abba az irányba, hogy az, hogy valaki meleg, az amúgy nem baj. Amúgy szerintem a lakosság még mindig nem olyan homofób, mint amennyire szeretnék. Hát igen, ugye erről volt is egy felmérés. Még mindig többségben vannak azok, akiket ez nem érdekel, sőt, itt is van amúgy a cikk. A magyarok jobban félnek a meleg, mint egy muszlim vagy cigány munkatárstól. Transznemű vagy meleg kollégától félnek a leginkább, hogy mennyire tudna együtt dolgozni egy transznemű vagy interszex kollégával. Mindig 48% azt mondja, hogy legalábbis közömbös, vagy nem tudja, vagy kényelmesen, de egy hol van? Leszbikus, meleg, biszexuális, hát jó. Jaj, ez érdekes, a transznemű mérsékelten kényelmesen, de csak 35% kényelmetlenül. Leszbikus vagy meleg, vagy biszexuális? Buddhista. Ateista. Zsidó, keresztény, fiatal, idős, fehér. Kényelmetlenül érzi magát két embere fehérektől. És az ateistáktól 10. Mi baj van az ateistákkal? Hogy ez egy szinten vagy a fogyatékkal élőkkel. Hát nem, tőlük az egy ember. Egy ember jobban fél. Érted, most van, aki bemegyek én, és még, ez csak egy ateista, és bejön valaki tolószéke. Ne! Inkább hozzanak egy zsidót. Egy fiatal tolószékes ateistával mit fognak kezdeni? Az már egy transzneművel egyenérték? Hát, hogyha még transznemű is, akkor már senki nem, mindenki felállonna. De még ez szerint is, akkor a társadalom fele az legalábbis azt mondja, hogy kényelmesen el lenne mellettük, és a mérsékelten kényelmes, ez nem tudom, hogy mit jelent, ez hova tartozik, de hát ez se teljesen elutasítja. Na, de hogyha meg vissza kell majd kormányozni az országot egy ilyen európai értékrendszerhez jobban illeszkedő társadalmi berendezkedésbe, akkor most volt egy ilyen teszt. Várjál, hogy... egyet hiányolok. A nőt. Azt mondja, mennyire érezni kényelmesen magát, ha valamelyik gyermeke egy olyan személlyel lenne párkapcsolatban, aki az alábbi csoportok valamelyikébe tartozik, egy transznemű személlyel már nem 60%, hanem csak nem tudom, 59%. Sok Netflix miatt. De ugye 57-ről indult 19-ben, és most már 51. Úgyhogy 6%-ot javult az elfogadása a melegekkel. Mi történt? Vityáik nem dolgoznak elég. Lehet, hogy a trombitás is csak beletartozik ebbe a százalékba. Hát most mi van ezzel? De a trombitás Kristóf is mondott már ellent önmagának, és itt nem arra gondolok, hogy elítélte a kardendítést. Miután ugye kart rengetett, mert hát fiatalon mindenféle hülyeséget csinálnak az emberek, de úgy tűnik, hogy ő nagyon gyakran a narratívát szolgálja ki, amit éppen a kormányzó párt mond. Úgyhogy ilyen szempontból nem mindig lehet azért az ő véleményeit elhinni a saját véleményének. Úgyhogy én hajlok-e felé a Dave megfejtés felé, hogy itt valóban arról van szó, hogy ki lett adva az utasítás, hogy szondázzanak egyet. Amúgy is tudjuk, ez a pesti srácok, ez egy sötét, testszagú boszorkány konyhája a pártvezetésnek, ahol itt tesztelgethetik, hogy mi működik és mi nem.
nem. Na jó, vannak korrupciós ügyeink is. Ezt? Emlékszel még, Ádám, hogy mennyit nem volt hajlandó elkölteni Orbán Viktor arra az SMA-szűrésre, amíg emberek életét mentheti meg? Több mint 400 milliót költöttek rá, azért az állami szinten nem kéne olyan nagyon durva legyen. Na, akkor várjál, most megnézzük, hogy mennyit költ viszont valami másra. Magyar közpénzzel kitömött felvidéki lapok is ontják az orosz propagandát, ami 2014-18 óta 3,4 milliárd forintot költött erre a kormány, ami éves szinten 470 millió forint fölött van. Abba kijönne a szűrés? Kijönne még a gyógyszer még nem biztos, de a szűrés már biztos. Hát a szűrés biztosan kijönne, de hát sokkal fontosabb, hogy az orosz propaganda terjedjen a felvidéken magyarul. Pedig amúgy fontos lenne szerintem, hogy magyar lapok legyenek a környező országokban, ahol van magyar kisebbség, és hogy ezt az állam támogassa, de miért van szükség arra, hogy az orosz hírektől átvett híreket promotálják. De azt gondolod, hogy az orosz híreket kritika nélkül átveszik? Hát, nagyon sok pénz elmegy az Origo néven is erre. Hát igen. Most éppen megváltozott az egész háborúnak a sorsa, mert mindig valami van a tetején, hogy éppen mindent eldöntő dolog van. Igen, földön kívüli életet találtak, és csak az Origo számolt be már megint. És nem a címlapon. Gyorsan menekünk az Origóról, amíg még lehet. Na jó, mi történt vidéken? Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi történik vidéken ott. Vidéki hírek! Vidéki hírek következnek. A Domán Dániel amúgy itt egy egész jó videót összerakott arról, csak hát most nem biztos, hogy 7,5 percet erről ezt kell hallgatnunk. Egerben ugyanis történt, de majd a végét megnézzük, mert van egy jó összefoglaló. Van ott ez a Lenkei ház Egerben, hát egy műemlékház és önkormányzati tulajdonban került, nem tudom, valami 15 millió forintért megvásárolták, és hát gondolták, hogy ezt majd felújítják, de a korábbi vezetés egy olyan ajánlatot kapott, amire azt mondták, hogy ennyi pénzért, mint ahogy itt most mondta a régi bogármester, nem lehet vállalni, hogy ennyiért felújítsák ezt az épületet. Úgyhogy miután vezetésváltás történt Egerben, és az öreg Mirkóczki lett a polgármester, ott valami pénzek átcsoportosításával, Európai Uniós pénzek átcsoportosításával, amiből napelemparkot akartak volna csinálni, 1,2 milliárd forintból, ebből átcsoportosítottak 400 milliót, hogy felújítják ezt a házat. Na most ez a 400 millió is már egy kicsit soknak tűnt, az ott. Ez? A mögötte. Ez. Aha, jó. Hát jó, nem olyan kicsi az a ház, de talán a 400 millió forintból talán igazából egy újat is fel lehetne húzni, még talán több emelettel is, mint ami ezen van, a nulla. És hát aztán elkezdtek még egy kicsit gyűlni a számlák, mert aki elvállalta beruházó, vagy beruházó, aki elvállalta, hogy megcsinálja ezt a munkát, annak kellett vásárolni a gépeket, mert hogy... Nyilván, mindig ez volt az első munkája? Igen, úgy tűnik. És az összeset egy munkára számolta fel. Hát igen. Mint amikor igen. Reklám videókat készítettünk, és akkor az első reklámnál meg kellett venni nekünk a kamerát, objektíve, igen, gépet, előfizetést, irodát. SD kártyát. Nem úgy van, hogy egy napi bérlést írsz oda, de mindegy. Nem, hát meg kellett venniük ezeket a gépeket, hát muszáj volt. Na. És hát eladták, nem? Hát ezt nem tudom, ez nem derül ki ebből a cikkből, de miért adnák el? Hát utána még azzal tudnak dolgozni. Vagy bérbe tudják adni valakinek. De hát alapból ugye a pályázaton két cég indult, akiknek a vezetői rokonok, és kötődik a Mirkóczki is ahhoz, aki végül megnyerte, a testvéré a cég, vagy valami ilyesmi. Na hát ez az épület, ez a Dobó István Vármúzeumnak a tulajdonában, vagy vagyonkezelésében áll, vagyonkezelésében. Úgyhogy megkérdezte ez a Domán Dániel, a vagyonkezelőt, hogy akkor most hogy mire ment ez a pénz? És akkor írták neki, hogy hát ők náluk nincsenek ott ezek az információk, úgyhogy kérdezze az önkormányzatot. Megkérdezte az önkormányzatot, mondta az önkormányzat, hogy annál nincsenek ezek az adatok, az a Vármúzeumnál van. Akkor visszament a Vármúzeumhoz, megkérdezte, azt mondták, hogy ja, igen, itt vannak. Odaadták az összes adatot, kivéve a pénzügyi beszámoló. Úgyhogy most ezt megpróbálja kiperelni tőlük. Tehát itt egy ellenzéki városvezetésről van szó, de szarod. Tehát azt mondták, hogy üzleti titok, úgyhogy nem adják ki a számokat, de hát nem üzleti titok, mert erre van törvény is, az infotörvény az erről szól, hogy a közpénz az nem üzleti titok, hogy mire megy el. De lássuk is, hogy mi itt a végén van egy ilyen... Nézzük, mi a befejezés? Itt hívnám fel a figyelmét tisztelt várigazgató úrnak arra, hogy
Épp elég probléma, hogy a közpénz felhasználása üzleti titok. Ne szórakozzunk egymással tovább, pláne nem az egriekkel. Hozzák nyilvánosságra ezeket az adatokat, és legyen ez egy utolsó figyelmeztetés, mielőtt még a peresítés útjára lépek. Szerintem kurva jó volt ez a vége. De ennek örülök, hogy valaki helyi ügyekkel foglalkozik. Szerintem ez egy fontos dolog. Mindig fontos rámutatni amúgy az ellenzéknek az ilyen fura dolgaira. Az ellenzék az, akitől muszáj többet várnunk, mert így lehet majd leváltani ezt a nyomorult rendszert. Hogyha ők is ilyen korrupt szarháziak, akkor ugye már mi a faszért szavazzon bárki erre a Mirkóckira, hogyha a tesója cégével újítatja föl közpénzen, nem tudom mi. De legalább felújította volna. Mondjuk ellopsz valaminek a 10-szeresét, akkor a 10%-et akar elkülönítheted arra, hogy tényleg meg is csináld azt, ami önnek a nevén el. De például hát miért? A Fidesz nem csinálta meg azért? A Városligetet? A Fidesz nem csinálta meg a Várkert bazár? Nem csinálta meg a Puskás stadiont? Ez nem úgy tűnt, ami meg lett csinálva. Hát kívülről amúgy egész jól nézett ki ez a ház. Térjünk át az ország egy másik szegletébe, Szegedre. Az ukrajnai harcokra hivatkozva engedélyezi a kormány a püspökségnek egy szegedi erdő kivágását. Ez már egy kicsit régebbi hír, már több mint egy hónap, hát nem több mint egy hónapja, de még tavalyi hír. Szegeden az egyház egy iskolát szeretne építeni az új szép stadionja mellé. Először épített egy stadiont, és aztán utána most egy iskolát akar építeni, és ezért 6 hektár erdőt ki akar vágni, ami olyan erdők kivágásával járna, vagy hát részleges kivágásával járna, amik hát nem feltétlenül kizárólag ilyen szutykos akácosok, és hogyha megnézzük, konkrétan erről a részről van szó, elvileg ennek a Szeged körüli zöld övnek a része, ami megfogja a port, ami jön a mezőgazdasági területekről, meg nem tudom, meg az ipari területről. Hát ide épült végül is a kis stadion, és akkor itt lesz a az iskola. És azt mondja, édes Istenem, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel módosította a kormány a szabályokat és engedélyezi ezt a fakivágást az iskola építéshez. Igen, szerencsé, hogy pont nem tudták volna megépíteni, de pont háború van ezért. Hát nincs mit tenni. Azt mondja, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve a humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében vészhelyzet kihirdetéséről azt hozza, hogy az építési törvényben bekezdést eltérően, tehát megvan, hogy milyen szabályoknak kéne megfelelni, ettől eltérően a Szeged-Csanád egyházmegye beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kijelölt jelentőségi ügyé nyilvánult. Engedélyezhető a fakivágás, itt van. Igen. Azt mondja, hogy viszont zöld felületek kialakítása szükséges, ettől függetlenül, és hogy épületek településképű szempontból illeszkednie kell, és minimális zöld felület 50%-át kerttervező által megtervezett többszintes növényállománya kell biztosítani. Hát meg zöldtetőt kell rakni a épületekre. Igen, ez nem jó. De hogy ez nekem olyan furcsa, hogy amúgy tehát az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban Orbán Viktor itt hoz egy ilyen rendeletet, hogy figyelj, Szegeden akarnak építeni egy iskolát, ott ezt nem szabadna ott ezt az erdőt kivágni, de mindegy, kivágjuk. Tudod, a haver izének a haverja kért egy szívességet, valami, de szajnos jogszabálya van, hogyan módosítsuk, mire hivatkozzunk. A ukrán háborúra, mi van most? Vannak migránsok, vagy izék vannak? Lehet, hogy ott van a hivatalban egy ilyen aktuális hivatkozási pont, egy ilyen tévén ki van vetítve, és akkor bármit akarnak csinálni, ott van, hogy most az ukrán háborúra kell hivatkozni, és akkor nem az van, hogy így a logikai összefüggés keresik, hanem na most mit kell csinálnunk, és akkor ránéznek a tábra, az ukrán háborúra, és akkor így hivatkoznak rá, és amikor lecserélődik majd, de nem tudom mire, a infláció, vagy a sorosra, akkor egyszerűen csak így behelyettesítik, igazából csak így beírják oda ezeket a dolgokat, nem azt nézik, hogy van-e összefüggés, vagy nem. Vagy lehet, hogy már van ilyen doksiuk, ami így automatizálva beírja az éppen aktuális indokot. Vagy lehet, hogy van 6 indok, és ezt ilyen random generátor így behelyettesíti. És most, hogyha a random generátor egy kicsit máshogy működött volna, akkor most az lenne odaírva, hogy az infláció miatt van ez az egész. Igen, ez volt, ami még érdekes volt, hogy azt mondta az egyház, hogy teremtésvédelmi szempontokból kell ezt így csinálni. Teremtésvédelmi szempontokból Igen. kell kivágni? Mit nem értesz? A szót. Van a teremtés. Aha. Azt ugye meg kell védem. Ez már nagyon rég volt.
Nem? Jó. Ez 7 napos volt. Hát, ami... És mindent elmondasz, amit tudsz róla. Na, igazából 6 napos volt, rosszul mondtam. Hetediken már csak lazsáltak, bazdmeg. A mély zöld mellett vörösben, sárgában és barna színben pompáznak a levelek a többségében akácfából álló erdőben Szeged határában. Ezt a 6 hektáros területet ajándékozta a kormány a Szeged-Csanádi Egyházmegyének. Nekem is ajándékozom már valamikor egy erdőt, vagy egy kis faházat, valamit én is megérnem. Hát alapítsunk egyházat. Autók mennek, ott a villamos sinek mellett van vége ennek a 6 hektárnyi erdőnek, ami egészen idáig a Püspök úr stadionjáig tart. A Püspök úr stadionja. Na, ez az egyházé, nem a Püspök úré. Hát, lehet, hogy a Püspök úr máshogy látja. A hatalmas területre az egyház iskolát, valószínűleg sportakadémiát akar építeni. Valószínűleg. Először meg volt a stadion, aztán mi illik hozzá, nem? Az volt a fontos. Stadionnal mit lehetne mellé építeni, bazzeg? Most mondták, a villámat hogy... építsem, vagy egy kurva iskolát? De így megtervezték már előre, nem? Itt ezt az iskola, és itt ezt a stadion. Jó, figyelj, először nyilván csak az egyiket tudjuk megépíteni, melyik a fontosabb? Úgy lesz, mint az EU-sizéknél, hogy megépítenek egy kurva iskolát, ami nagyon hasonlít egy villára, és akkor azt mondják, hát nem jön senki, de suliba, bazzeg. Igaz, hogy nincs is megkérdezve, hogy lenne suli. Üresen áll, és 5 év múlva beköltözik a püspök. Igen, és ilyen tantermekbe randalírozik. Pont úgy van kialakítva a tantermek, hogy egy jacuzzi is elfér benne, meg be van vezetve a víz rendesen, mindenhova. Ha igen, amúgy van termál víz. Na hát akkor. Bár a magyar közlönyben arról is rendelkeznek, hogy a kivágott erdő helyett újat kell telepíteni, de a tanácsnok szerint erre nincs elég hely a város területén. Akkor máshol meg vágjanak egy iskolát, és telepítsenek erdőt. Zsombon lebontják a sulit, aztán oda lehet egy erdőt rakni szépen. Papírt takarja a termek ablakait. Nemrégen még iskola és óvoda üzemelt az épületben. A tanácsnok szerint természetkárosítás nélkül ide is fel lehetne építeni az új iskolát, ráadásul ez az épület is az egyházi sportkomplexum közelében van. A kormány a Szeged-Csanádi Egyházmegyét az elmúlt 5 évben összesen több mint 70 milliárd forinttal támogatta. Kerestük az Egyházmegyét, de nem akartak nyilatkozni. 70 milliárd. Ott van egy régi suli, de az nem felel meg, abban nem fél el jacuzziban. De tudod, mit mondott az Egyházmegye? Azt mondta, hogy igen, ott van az a másik terület, és oda is, hát az túl kicsi annak, hogy az iskolát rakják. Hmm. Nem, amúgy megnéztem, tehát nem ugyanakkor a terület, az mit tudom én, ilyen másfél hektár alatt van, ez meg 6 hektár, szóval nyilván kisebb, viszont azt mondta, hogy de az erdőt azt majd oda ültetik akkor. Átviszik a fákat. Nem viszik át a fákat! Azt mondja, a teremtésvédelmi szempontokat pedig úgy érvényesítik a kivágott fák esetében, hogy biztosítva legyen az úgynevezett csereterület. Ez a teremtésvédelmi szempont, Ádám. Úgyhogy kivágod a gecibe azt az erdőt, de telepítesz egy másikat, és tudod, hogy hívják a valóságban ezt? Az erdősztörvény szerinti kötelező igénybevétel utáni csereerdősítés, amit amúgy is muszáj megcsinálni. A politikában itt vannak a fontos hírek. Jó, van ez így. Molnár Anikó nagyobb mellett csináltak. De hát neki alapból már nagy a melle, nem? Mert amúgy is meg lett csináltatva. De mi meg volt már csináltatva? Igen, testéről készült erotikus képeit bárki megtekintheti, tagsági díjat, figyelj, amúgy ebből él, biztos jól él, úgyhogy ügyes meg minden. Körülbelül havi több milliót keres a testével, mondjuk a körülbelül több millió. Az havi most, több millió. Az most ez full, jó, valamennyit az keres. Ez körülbelül havi 2-től 170-ig. De azt írja, hogy csalók, internetes csalók terjesztik ingyen az erotikus fotóit. Nem tudom, mit jelent, biztos, de szerintem minden OnlyFans-esnél valahova kikerülnek ezek ingyen is, csak ezek ilyen shady honlapok. De általában mi fizetős az interneten, ide vagy oda mindenképp ki szokott kerülni, ezzel nem nagyon van mit tenni szerintem. Hogyha ezt meg lehetne oldani, ezt a helyzetet, akkor Hollywood már megoldotta volna, akinél még több pénz van. Oké, gőzerővel folyik a nyomozás az ügyben. Igen, gondolom, ebbe ezek nagyon bele... Amúgy szerintem ez fontos azért mégiscsak. Mármint nem azt mondom, hogy nincsenek fontosabb ügyek. Ja, de nem tudnak mit csinálni ezek. Kikerülnek egy ilyen orosz honlapra, vagy nem tudom mire, úgyse tudnak mit csinálni, azt tudják mondani, hogy ez van. Hát, nem. Hát biztos meg lehet oldani. Én néztem régen a Hackshent, Ádám, és abban megoldottam. Az jogos. Feljelentést tett, de ez szerintem csak felhívja a figyelmet, mert most valóban valami orosz shady honlapra felrakta pár ember a pár mesztem képét, amiről a legtöbb ember nem is tudna, így viszont ő maga reklámozza mindenkinek, hogy amúgy van a honlapol ingyen megtekinthető, amire szerintem a legtöbben nem tudnának. Uh-huh. Na mindegy, ez szerintem visszás. Korábbi mellimplantátumait tavaly
jól cseréltette nagyobbakra. Ez mint, hogyha valami cyberpunkban lennénk, és így ilyen levehető, és akkor felrakott egy új... 650 köbcentis méretőket ültetett be neki. Itt azonban nem szeretne megállni, még nagyobb mellett szeretne. Amúgy ez nekem nem mond ez semmit, hogy 650 köbcentis. Ez mi, ez egy motor? Biztos vannak ilyen szilikon szakértők, mint a kocsiknál, hogy mikor mondod, hogy mennyi lóerő, meg ilyenek, de hogy, és vannak, akik azt mondják, hogy mi? Milyen köbcentis? 650? Hát a 630 szerintem neked jobban állnak. Arra már, már más engedély kell a 660-asra. 650 köbcenti. Az... De az darabon? Figyelj, ez már egy tonnás autót elmozgat. Ez mi ez köbcent? Ez hogy van? Hát ez egy, figyelj, na ez mennyi? Ez 400 köbcenti. Igen. 500 köbcenti. Akkor ez még ennél nem kicsit elég. Nagyobb. Még ezt nem tudnám bele. Nem férne bele ebbe a pohárba? Bazeg, ez csak az implantátum. Emellett nyilván a melle, akkor biztosan nagyobb ennél. De lehet, nem tudom, hogy ez az implantátum ekkora, vagy az... Na jó. De nem hiszem, hogy úgy van, hogy így a bőr alatt mindent kikaparnak. Na, nagyobb mellett szeretne, de nem csak szeretne, lesz is. De ez még titok. Hát nem titok. Kurva nagy titok. De senkinek nem mondjátok el, az meg, ez még titok. Kérdés, hogy meg tud-e állni. Ugye, mert egy csomószor az ilyen plastikánál így ráfüggnek az emberek, és nem tudnak megállni. És hogy miért nem rakhatna be? Be lehet rakhatni nagyobban. De amúgy van, biztosan van egy fizikai korlát. Hang vagy 800 köbcentit berakni, hang vagy? Már külön jogsikára. Olyan már az van, hogy az egyikből kiveszik, egybe berakják, és másik kettőt rak. Nem tudom, hogy... Igen, hogy... úgy van, hogy a fejbőrödből vágnak te, és azt igen. rakják oda, hogy legyen bőr. Nem hiszem, hogy így van, Borka. Ne hidd el. Szerintem képes ugye a bőr így megnyúlni, ahogy az embernek nő a... Nem tudom, mondjuk a bele. Szóval valószínűleg a mellénél is meg tudja ezt. És akkor arra gondol, hogy hát ez a 650 köbcenti, azért szexi vagyok, meg azért OnlyFansből élek, meg minden, de nem az igazi. Tényleg elégedett legyek a testemmel, vagy szexinek találjam magam, kell még az a 100 köbcenti. Azt mondja, hogy ez ilyen reálisan belegondolnak ebbennek a röhelyességébe amúgy, nem? Hogy az a pár köbcenti hiányzik még. Így is már jóval átlag fölött van, és... így is már láthatóan, hát nem túl természetes feelingje van, de Mi most még természetes feelingje volt ott, nem? Nem. Ja jó, én nem láttam az OnlyFans-es képeket. De jó, rendben, van akinek, mindenkinek más jön be, de hogy neki ez egy, hogy mondjam, ez egy beruházás, szóval valószínűleg még le is tudja írni céges pénzben. Áfát is vissza tudja igényelni, nem? Én azt mondom, hogy hogyha meg tudja indokolni, akkor hajrá. Sok sikert kívánunk az Anikónak, de igen. Főleg az, hogy meg ez úgy újabb, szép, ahogy van. Új mellei vannak, és akkor okod van feliratkozni, új mellei vannak, meg kell nézni, azt is azt be kell fizetni azért is, nem? Miért kell új mell? Miért nem mondjuk gyárt valami olyan tartalmat, érted, hogy akkor most új feed kemje van? Dugnak be. Nem tudom, annyi mindent lehet újítani, meg nem kell feltétlenül egy műtéten átesni, vagy nem tudom. Csak kell. És amikor majd szét... Elég legyen. Azt szeretném, Ádám, hogy az legyen, hogy megműtik, kiveszik a vakbelét, és akkor új képek már vakbél nélkül. Iratkozzatok fel, Friedrichus is elmondja, és látod, egy csomó feliratkozója van, hogy ti is légy szíves, iratkozzatok igen, fel. Így lesz nekünk is 450 ezer feliratkozó. Hát igen, mondjuk az lehet, hogy nem emiatt nincs, de azért ennél lehetne egyel több, hogyha te is feliratkoznál, nem csak mindig azt várat, hogy jó, hát a kidobja majd a főoldalra. Ja, amúgy tudjuk, hogy mutogatjátok a haverjaitoknak, aha. Meg mindenki látja, hogy néztek minket a munkahelyeteken. Így, köszönjük a szépen. Is néznek. Tehát iratkozzatok föl, ott van a Patreon, ott tudtok minket támogatni, meg mindegy a csimpánzt, azt majd később igen, fogom ott mondani. Ott lehet a csokkár 600 köbcentis hereit megnézni, hogyha beteteti még. És ki az, aki mi hereit rakad? és gyertek a Discordunkra, az is ott van a linke a leírásban. Ott tudtok például ilyen remek híreket is javasolni, amik lehet, hogy bekerülnek a műsorba. Na, úgyhogy ne küldözgessetek Instagramon ilyen híreket, mert meg se tudom nézni. Más küldözgessenek, tudom. A herétekről. Mindenki a 600 köbcentis heréjét, ezt küldj el a fókuszcsoport hirdetésre az igen, Instagramon. Igen, azt szegény srác csinálja, hogy megnézzük. Mi holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.